Az idősek világnapját ünnepelték a majdnem teljesen megújult Chiliben. A megjelenteket Szabados Ákos köszöntötte. Hiller István nem tudott ott lenni, de küldött maga helyett egy levelet. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Mindenekelőtt tisztelettel és barátsággal köszöntöm a közösség egészét idősek napja alkalmából, amelyre évtizedek óta évről évre együtt emlékezünk. Önöket ismerve Pest Erzsébeten az időskor olyan, mint a Chili, bár régóta áll, időről időre megfiatalodik. Most is így van ez, hiszen ez a rendezvényünk a megújult és megszépült nagyteremben zajlik. Köszönet azoknak, akik kortól függetlenül szívükön viselték és viselik a magyar munkáskultúra ezen legendás központjának ügyét. Úgy alakult, hogy ezen a héten az országgyűlés alelnökeként delegációt vezetek külföldre. Tárgyalásokat folytatunk Görögországban, Athénban, és mire a rendezvényünk végleges időpontja kiderült, addigra már nem lehetett módosítani a külföldi partnerekkel rögzített tárgyalási időpontokat. Kérem a megértést, hiszen tudják, minden alkalommal, ha kell, más programokat kisöpörve a naptáramból, voltam és leszek jelen a szakszervezet rendezvényén. De most ez a külföldi tárgyalások miatt egyszerűen nem lehetséges. Elnök urat, Scherfig Ránisz Ferencet kértem meg, hogy tolmácsolja gondolataimat, mert mindenképpen szeretném, ha tudnák és éreznék, mennyire fontos ez a társaság, ez a közösség nekem. Ezúton szeretném megköszönni mindazt a biztatást, buzdítást és segítséget, amit kaptam önöktől a tavaszi választás során, és azóta is, amikor legkülönbözőbb helyeken, vásárlás közben, a postán, vagy éppen a Kossuthiban összefutunk és találkozunk. A mai délutánra nagyon kellemes időtöltést, jó programokat, kellemes beszélgetést kívánok azzal, hogy legközelebb biztosan személyesen is találkozhatunk. Budapest 2018. október 12. Üdvözlettel és barátsággal dr. Hiller István, Pest Erzsébet országgyűlési képviselője, az országgyűlés alelnöke. Tisztelt hölgyeim és uraim, elnök úr, üdvözletét hozom Pest Erzsébet önkormányzatának és annak képviselő testületének innen Pest Erzsébetről. Nem utaztunk sehova, majd megpróbálunk esetleg legközelebb, az lenne a legjobb, ha így egyben fel tudnánk emelkedni, és még szebb helyre mennénk, de hát jelen pillanatban a Chilinél nincs szebb hely, én azt gondolom, habár nem értünk még a végére a felújításnak, és ahogy tetszenek hallani, egy kicsit vízhangzom én is itt a teremben, tehát van még mit alakítani, gondolom én, ha bekerülnek ide függönyök az ajtók mögé is, akkor ezen is lehet majd változtatni, mint ahogy néhány elmaradt kisebb apróbb javítást is még előttünk álló napokban kell befejezni, és reméljük, hogy a Erzsébet bál idejére az épület felújítása ténylegesen az eredetileg kitűzött határidőre be tud fejeződni, de a munka nagy részén túl vagyunk. Ezúton is köszönöm mindenki türelmét, és ugyan az idősek világnapja rendezvényét korábbi időpontban volt szándékban megtartani, de hát a felújítás okán került erre a mostani időpontra. Hát nem tudom, ki idős, ki nem. Édesanyám, ő 99 éves, és minden alkalommal azt mondja nekem, ez a minden alkalom legalább minden estét jelent, amikor beszélgető. Kisfiam, te nem fogod ezt sose megérteni, de én még mindig 20 évesnek érzem magam, anyád nem öregedett meg, és ezt olyan jól adja elő, nem tudok mást mondani, mint hogy képes mellettem elszaladni az utcán, én szembe megyek vele, és ő szembe futva érkezik hazafele, de szó szerint szinte, és mert hogy már egyébként 18 évesen, ugye az ő állítása szerint már nem lát olyan jól,
Mondom neki, hogy ez a 99 év miatt van, hiába gondolja ő 18, viszont a lábain ez tényleg nem látszik. Ha valaki az Adi térre jár esetleg, akkor ott sűrűn összefuthat vele, mert totózik és lottózik. Kijár a csarnokba, a piacra is még egy héten egyszer. Úgyhogy tényleg érdekes, ezért nem tudom, hogy hát most mikor lehet azt mondani valakire, hogy idős, vagy időskorú. Én már sokszor magamra is így tekintek, ha bár ezt otthon nem merem mondani, mert ugye a 4 éves kisfiam azért mégiscsak furcsán nézne rám, hogyha én azt mondanám, hogy öreg apád mellett itt jobb lenne, ha szebben vagy jobban viselkedném. Minden esetre tényleg az ember annyi idős tartja a mondás, amennyire érzi magát. Erről Feri is tudna beszélni, aki még mindig lovagol. Ugye? Legalábbis többen megpróbálják felemelni arra a lóra, és tartják is, hogy ne essen le a hátáról. De hát ugye a szándék az igazán fontos. És ha már szándékoknál tartunk, akkor éppen most fejeztem be egy interjút a kerületi újság írónőjével, aki megkérdezte tőlem, hogy hát most már ebben az esztendőben 20 éve, hogy polgármester vagyok, azt megelőzően meg, ugye 94-től alpolgármester voltam 4 évig, hogy hát majd 25 év távlatából mik az elképzeléseim, és akkor hát így összegezzem, hogy akkor ez a 20, illetve majd 25 év, ez mit jelentett az én számomra, és mondtam, hogy hát nem akarom kikerülni a kérdést, de még idáig nem volt időm arra, hogy összegezzem, hogy mi történt, mert annyi minden volt a hétköznapok során, hogy tényleg ehhez az embernek le kellene tudni ülnie és hosszasan elgondolkodni, hogy ebből az időszakból mi volt fontos, mi volt sikeres, és mi az, amire kevéssé büszke az ember. De hát önök tudják a legjobban, hát épp, hogy volt idejük eljönni ma is ide, ma délután, mert egyébként ezt kell tenni, azt kell tenni, unokákkal foglalkozni, a gyerekekkel, a ház körül, és akkor még sorolhatnám azt a sok mindent, ami az emberre vár, és várjon is, mert igenis készek vagyunk, mint Pest Erzsébetem, a saját elképzeléseinknek megfelelően egy olyan jövőt építeni, egy olyan környezetet kialakítani, ahol van lehetőségünk együtt jól érezni magunkat, és egymás dolgait megvitatni. Na és az újságíró nőhöz, hogy visszatérjek, miután ezt megkérdezte, és hát nem kapott tőlem egy frappáns választ, a következő kérdése az volt, és hogy ezután a 25 év után elindul-e újra a polgármesternek majd 19. évi választásokon, és mondtam, hogy hát ha nem az a feltétel, hogy újabb 25 évig kell polgármesternek, vagy 20 évig polgár, akkor azt gondolom, hogy igen, de azzal a céllal, vagy azzal a szándékkal, hogy már kiválasszuk azokat, akik majd váltanak bennünket az elkövetkezendő időben, és akiknek a stafétabotot át tudjuk adni, mert ez is a mi feladatunk, mint ahogy az önök feladata, meg az én feladatom volt az is, hogy legyen gyermekünk, akiket felnevelünk, és majd helyettesítsenek minket a munkában, és legyenek unokáink, akik majd őket fogják helyettesíteni, mert így alkotunk egy nagy családot és egy nagy közösséget. Úgyhogy én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő éveik során is legyen minél több részük boldogságban, sikerben és legfőképpen egészségben. A mai naphoz pedig egy nagyon jó szórakozást kívánok önöknek, Ferinek pedig jó lovaglást, hogyha eljött meg odáig. Köszönöm szépen polgármester úrnak ezeket a kedves szavakat. Igazából a lovaglásomról annyit, hogy én szívesen meghívom őt is egy délutánra. A lova már be van tanítva arra is, hogy aki nem tud felülni rá, akkor letérdel, hogy könnyebben tudjanak felszállni. A másik verzió egyébként nálam is előfordul, hogy beállítom egy barázdába, és akkor úgy könnyedén fel tudok szállni rá. A fiatalságról és az idősről meg annyit szeretnék, azt szeretném hozzátenni, igen, akinek kisgyereke van, megfiatalodik.